nézzük meg a harmadik elemét ennek a sorozatnak. A kilépés és a kiindulás ugyanez. Tehát összezárt lábakkal, tengelyünk függőleges, laza a test, szépen összerakjuk a pozíciót, jobb lábunkra kerül a súly, bal sarok, talp közép lábúj, ugye ez a belégzés, és utána kilégzés. Következő mozdulat neve, tartsd a holdat, fordítjuk a tenyereket belégzés, ívbe jönnek fel a karok, és szép lassan fölfelé néző, mintha tényleg tartanánk a holdat, vagy visszahelyeznénk a helyére, és utána kilégzésnél szépen lejönnek a karok a csípő elé, miközben süllyesztünk, kicsit behajlítjuk a térdeinket, az alhasi rész és a köldök lejjebb kerül. Belégzés, ahogy indítjuk, emeljük a holdat, visszatesszük a helyére, tekintetünk követi, kilégzésnél indulunk lefelé. Az ízületek végig nyitva maradnak, körívben mozgunk, figyelünk arra, hogy ezekben a pozíciókban is, amikor kinyitottuk, marad a mellkas lesüllyesztett helyzete, helyén marad a váll, a lapocka, az ízületek is ívbe nyitottan dolgoznak. Kilégzésnél süllyesztünk, megyünk le, és megérkezik a két kéz nagyjából a csípővonalába, tartjuk a köríveket, hónunk alatt tartjuk a labdát, belső csípő nyitva, itt is tartunk egy labdát, tehát mindenhol körívek, és maga a mozgás is körívek mentén történik. Belégzés, kilégzés. Ahogy megérkeztünk az utolsóhoz, a kilégzés végén bezárjuk, utána beszívjuk a levegőt, miközben tehermentesítjük a bal lábat, visszalépünk, és kilégzés, mire visszakerül a bal talp a helyére. Nézzük meg folyamatában. Jó gyakorlást!